Semmelweis nap. A Markusovszki kórházban az idén Patai Árpád lett az év orvosa. Díjazták a háttérmunkát végzőket is. Trafipax, a közlekedés biztonságának javítása érdekében a vasmegyei rendőrök a nyáron is rendszeresen végeznek sebességellenőrzéseket. Július, építészeti előadások, komoly zenei koncertek, babakiállítás és történelmi fesztiválok szerepelnek a civil szervezetek ajánlataiban. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Hápezenhófer Brigitta. Jó estét kívánok! Az idei Semmelweis napon a megszokottnál több elismerést adtak át a Markusovszki kórházban. Patai Árpád lett az év orvosa, s most először díjazták a háttértevékenységeket végzőket is. Az előző évekhez képest az idén többen részesültek elismerésben a kórház Semmelweis napi ünnepségén. Eddig csak évorvosa és évszakdolgozója díj volt, de úgy gondoltuk, hogy emellett az orvosok és ápolók mellett azon háttértevékenységben dolgozók is külön figyelmet érdemelnek. A kórházfejlesztések egyik fő mozgatórugója Máté Péter, aki szívügyének tekinti az ellátások színvonalát emelő beruházások megvalósítását. A legnagyobb, talán a legértékesebb az a projektünk, az uniós projektünk, amelynek eredményeként létesült az új belgyógyászati épület, megújult a műtőblokk technológiai belső része. Ezek voltak talán a legnagyobb dolgok, de hát ugye mondhatnám a körmendi épületet, amely szintén a munkatársaim, illetve hát az én közreműködésemmel is valósult meg. Az évszak dolgozója két osztályon vezető ápoló. Új feladat számára a bőrgyógyászati osztály irányítása, amelyet megbízottként végez most. Két kisgyermekére a legbüszkébb, ám szakmailag is folyamatosan fejleszti magát. Közalkalmazottként dolgozunk, középvezetőként én legtöbbet egy köszönömmel tudok tenni, de azt hiszem, hogy mind a két osztályon egy viszonylag jó tímben dolgoznak az ápolók és a kisegítő személyzet, tehát a takarítók, betegszállítók. Én azt gondolom, hogy példamutatással lehet elsősorban motiválni az ápolókat. Különösen nehéz betegeket lát el a kettes számú belgyógyászati osztály, viszonylag kevés orvossal, ápolóval, mégis világújdonsággal büszkélkedhetnek. Az év orvosa Patai Árpád osztályvezető főorvos. Az endoszkóposan, tehát a beteg száján keresztül levezethető csövön átégzett epeúti kövesség eltávolítással kapcsolatos szövődményeket hogyan tudjuk csökkenteni. És ezek a megfigyeléseink úgy érezzük, hogy talán másokat is a világon arra késztetnek, hogy az általunk alkalmazott módszereket átvegyék. A WHO szemmel láthatóan tiszta kezek versenyét pedig a kórház gyermekosztálya nyerte. Itt történt leggyakrabban kézfertőtlenítés. Még mindig a gyorshajtás a legfőbb oka a baleseteknek. Nyáron pedig a turizmus miatt megnövekedett forgalomban ez fokozott veszélyt jelent. A közlekedés biztonságának javítása érdekében a vasmegyei rendőrök rendszeresen végeznek sebességellenőrzéseket, hogy kiszűrjék a szabálytalankodókat. Az M86-os gyorsforgalmi úton naponta több ezer személygépkocsi és legalább ugyanennyi tehergépjármű halad. Az autók itt 110 km per órával, a kamionok pedig csak 70 km-es sebességgel haladhatnának. Az elmúlt fél órában 9 gyorshajtóval szemben történt jogsértés dokumentálása. Jelenleg is 2 gyorshajtóval szemben intézkednek a munkatársaim. Mind a 9 szabályszegő tehergépjárművezető volt. Egymás után két felüljáróról is mérik a rendőrök a sebességet. 85-en. Ennyiért a tűrés határ miatt még nem szabnak ki közigazgatási bírságot, ezt használják ki a szabálytalankodó kamionosok, ezúttal azonban a vasi rendőrök megállításos módszert alkalmaznak. A gyorshajtókat megkülönböztető jelzést használó motoros rendőr vezeti el a legközelebbi biztonságos megállító helyre. A kollégáim rendszeresen ellenőrzik a gyorsforgalmi utakat, ennek az a célja, hogy kiszűrjük a szabálytalankodókat. Kiemelt célunk a gyorshajtóknak az ellenőrzése, illetve megállítása, illetve kiemelten
figyelünk a szabálytalan előzésekre. Nagyon fontos, hogy a gyorsforgalmi utakon a közlekedési szabályokat betartsák a közlekedők, hiszen ha itt baleset történik, akkor annak sokkal súlyosabb a kimenetele, mint egy egyéb alsórendi útvonalon. A motoros rendőr és a megállítást végző kollégái is okostelefonokra kapják a trafipaxok által rögzített szabálysértést, így ezt hiába is tagadnák az elkövetők. A baleseti okok között első helyen szerepel a gyorshajtás, ezt követi az elsőbségadási és kanyarodási szabályok megszegése. A sebességhatárok betartását rendszeresen ellenőrzi a rendőrség. A közlekedés rendészeti osztályvezető elmondta, Vas megye útjai biztonságosak. Kiemelte, idén eddig fele annyi halálos baleset történt, mint az elmúlt év hasonló időszakában. Szépkorút köszöntött a polgármester. Versenyző nyugdíjasok. 67. vasutas nap Szombathelyen. Rövid híreink következnek. Kristály Lajost 90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Puskás Tivadar Szombathely polgármestere. Az ünnepelt Rábat Öttösön született, négyen voltak testvérek. A katonaság alatt megszerezte a jogosítványt, leszerelése után egészen a nyugdíjazásáig gépkocsi vezetőként dolgozott. Ez idő alatt 1,5 millió kilométer teljesített balesetmentesen. Feleségével 62 éve él boldog házasságban. Erika lányuk mindenben segíti a szüleit. Kristály Lajos nagyon büszke 3 diplomát szerzett unokájára. Időseknek szervezett sportnapot a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ. Az eseményen az intézményben működő 5 idős klub tagjai vettek részt. A különféle versenyekben 4 fős csapatok mérték összetudásukat. Egyebek mellett volt darts, sörös dobozdobálás, sportolók arcképének összeállítása puzzle elemekből. A legjobb csapatokat oklevéllel jutalmazták. A 67. vasutasnapot Szombathelyen a Szavária moziban ünnepelték a GYESEV dolgozói. A vasutasnapok történetét Ágernő elevenítette fel, majd Ungvári Csaba általános vezérigazgató helyettes összegezte az elmúlt időszak eredményeit. Szólt a fejlesztésekről, a végrehajtott béremelésről és arról, hogy szeretnék vonzóvá tenni ezt a pályát a fiatalok számára is. Petőfi Sándor Vasúton című versét Lovas Tibor szavalta el, és elismerések átadásával zárult az ünnepség. Építészeti előadások, komoly zenei koncertek, babakiállítás és történelmi fesztiválok szerepelnek a civil szervezetek júliusi ajánlataiban. A média képviselőit az információs központ helyett ezúttal a Szabadban tájékoztatták a közelgő programokról. Rendhagyó környezetben, a Kámoni Arborétumban tartotta legutóbbi sajtóreggeliét a Vas megyei Civil Információs Központ. Egy jubiláló szombathelyi eseményről, az 50. Szavária Urbanisztikai Nyári Egyetem programjairól hangzott el tájékoztató, amelynek építészettel kapcsolatos előadásai a július 17-i héten lesznek a Martineum Felnőtt Képző Akadémián. Foglalkozunk egy picit az Európa kulturális fővárosa témáival, meghívtunk olyan városokat, amelyek már túl vannak ezen az élményen, és meghívtunk olyan városokat, akik aspiránsok, és igyekeznek Szombathellyel együtt pályázni arra, hogy Európa kulturális fővárosa legyen. De foglalkozunk a településképpel, foglalkozunk olyan témákkal, amelyek a nagyberuházások témái. Tehát gyakorlatilag minden egyes napnak megvan a maga témája. A helyszín házigazdája is programot ajánlott a nyárra, azaz nem csak a hűsölés és a virágzó hortenziák miatt érdemes ellátogatni a botanikus kertbe. Júliusban is különböző programokkal várjuk a vendégeket. 2017. július 21-én délután 4 órakor nyílik egy kiállításunk, egy baba kiállítás, Tóth Erika gyűjtő porcelánbabáiból. Különböző jelenetekbe, illetve életképekbe lesznek ezek a babák elrendezve, tehát nagyon izgalmasnak ígérkezik majd. Ugyanezen a napon 5 órakor egy kamarakoncert is lesz az Arborétumban, amely része lesz a Bozsoki Zenei Fesztiválnak. Ezt az eseményt Balog Alexandra ismertette, aki elmondta, hogy július 14-e és 25-e között a Bozsoki Sibrik kastélyba várják a komoly zenekedvelőit. A sajtóreggelin Szent Gotthárd és Kőszeg is kínált egy-egy nyári rendezvényt. A fogyasztók széleskörű tájékoztatását szolgálja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal panasza van Segítünk kiadvány sorozata. Az újabb részeket, amelyek a közművek felhasználó váltásával és a védendő fogyasztói státusszal kapcsolatos tudnivalókat foglalják össze, sajtótájékoztatón mutatták be Szombathelyen.
Mit kell tenni az ingatlan eladásakor, illetve bérbeadásakor? Kik kérelmezhetik a védendő fogyasztói státuszt? Ezekre a kérdésekre ad választ a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal két most megjelent kiadványa. Az az üzenet, és azt kérjük, hogy a kiadványban szereplő jegyzőkönyvet közösen kitöltve együtt menjünk el a szolgáltatóhoz. Lezárjuk így az előző szerződésünket, és egy új szerződést tudunk kötni. Így nem lesz olyan probléma, hogy egy későbbi szabálytalan vételezési ügy kapcsán az előző tulajdonosnak kell kifizetni az új tulajdonos után a büntetést, illetve kötbért. Védendő fogyasztói státuszba a szociális helyzetük, illetve egészségi állapotuk alapján kerülhetnek az ezt igénylők. Ők a szolgáltatótól részletfizetést, fizetési haladékot vagy előrefizetős mérőórát kérhetnek. Az előrefizetős mérőknek a használatára tipikusan a szociális okból rászoruló fogyasztók tarthatnak igényt. Ezek a mérők abban segítenek, hogy a fogyasztók ne fogyasszanak egy adott mennyiségen túl, az általuk a mérőbe feltöltött mennyiségen túlfogyasztásuk ne keletkezzen, és ezzel olyan hátszorékot ne halmozzanak fel, amely a szolgáltatásról való kikapcsolásukhoz vezethet. Országosan mintegy 12 ezer szociálisan rászoruló használ jelenleg is előrefizetős áram vagy gázfogyasztás mérőt. Közműszolgáltatói panaszokkal a fogyasztóvédelmi hatóságot is felkeresik a fogyasztók. Éves szinten ilyen 50 körüli panasszal fordulnak hozzánk. Ez változatos, villamos energiaszolgáltatás, gázszolgáltatással kapcsolatos. Leginkább számlapanaszok azok, amikkel a fogyasztóvédelmi hatóság tud foglalkozni. Az új kiadványhoz az érdeklődők hozzájuthatnak a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal ügyfélszolgálatán honlapján, a közműszolgáltatók és a kormányhivatalok ügyfélszolgálatán is. A vasemberek hétvégéje lesz a mostani. A hagyományokat követve ezúttal is az ország minden szegletéből, még külföldről is érkeznek Szombathelyre amatőr és profi versenyzők, hogy megküzdjenek a vasi vasember címért. Egy verseny, három sportág és három helyszín vár a férfi és női versenyzőkre, valamint a váltók tagjaira július 8-án a szombathelyi Vasi Vasember triatlonon. A rangos esemény részleteit és az idei év változásait sajtótájékoztatón ismertették. A versenyközpontot a Kenderesi utcában át kellett tennünk az uszodával szemben lévő zöld területre, ahol a Szent Ivánét is szokták tartani. Egész egyszerűen a Kenderesi úti parkolónkat kinőttük, tehát nem férnek el se a bringák, se a versenyközpont, úgyhogy most mindent oda költöztetünk. Ez a minden magába foglalja az úszást is. Az úszás az uszodával szemben lévő zöld terület melletti fitness park mögötti részről indul, tehát onnan indulnak majd az úszok. Az idei már a 33. hivatalos megmérettetés, de a népszerűsége nem csökken. Több mint 400 nevezés érkezett a megadott határidőig. Nagyon sok a helyi amatőr, de mint minden évben a profi triatlonisták is megmérettetik magukat. Sok a visszatérő sportoló, hárman is vannak olyanok, akik az elmúlt évtizedek összes versenyén rajthoz álltak. Nekem márciusban volt egy műtétem, úgyhogy én még ilyen lábadozó félbe vagyok. Igazából nekem a mostani cél csak a távteljesítése lesz, tehát hogy legyen meg a 33 plusz egyedik vasi vasemberem, ne szakadjon meg a hagyomány. Az idei rendezvényhez kapcsolódóan egy rajzversenyt is hirdettek a gyermekeknek, akiknek azt kellett ábrázolniuk, hogy miként is látják a vasi vasembert. A legjobb alkotásokat pólóra nyomtatták, melyet az sajtótájékoztatón adtak át a győztes pályázóknak. A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!